A két szabát teljesítettünk és folytatjuk tovább, az egyik legkiemelkedőbb karakter Entropy 5 pályájához érkezünk el, úgyhogy folytatódik a végigjátszásunk, vágjunk bele! Sziasztok, én Peti vagyok és üdvözlök itt mindenkit egy vadonatúj Crash Bandicoot-os videóban. Folytatódik a Crash 3 World végigjátszásunk. Ha tetszik a végigjátszás, akkor egy lájkot dobhat, és a mindennapi Crash Bandicoot videókért pedig feliratkozhat. Befejeztük a második szobát csupán, a Tomb Time-on marad ki ez a kettő drágakő, ide a lila színű kell lesz majd. Az első szobában pedig a 4-es pályán marad ki egy, ide a piros színű drágakő kell lesz. Most már megvan a dupla ugrás is, itt van akkor a harmadik szoba, ahol majd Entropit kell majd legyőznünk. Itt a 11-es pálya a Dino Mike, bár nem ezzel kezdünk, hanem a 12-essel, mert ahogy említettem, a piros drágakő itt lesz, megszerezzük itt azt, és majd visszamegyünk a Boneyardra. Deep Trouble, mélységben lesznek itt a problémák, na meglátjuk, milyen úszós pálya lesz ez. Oké, kezdhetjük az úszást, kell nekünk ez a kis készülék, hát fogadjuk el ajándékba, aztán csak így lövöldözünk előre, azzal már segít nekünk utat törni, úgyhogy menjünk is. Egy nitro ott lesz, de azzal nincs gond. Szápákat, akadályokat felrobbantjuk így egyből. Korallokra kell igazából figyelni, mert itt benne például el van rejtve egy doboz, és hogyha elveszítjük ezt a kis gépezetet, akkor nem tudjuk a pörgéssel ezt így kinyitni, viszont amíg megvan addig királyság, itt veszítjük el sajnos, és most pedig menjünk gyors. Kerülünk itt egyet, és aztán lefelé. Kell még, wow! Itt kell még vigyázni, ahogy kijövünk. Okay, na arra bombára majd, wow! A cápa! Lassan a cápával, mert itt pont oda kell nekünk úszni, na nem baj, a cápát legyőztük, egy checkpoint, és utána az akumaszk. Wow, itt aztán az örvény, okay, ezzel vigyázunk. Wow, vigyázzunk, ho! Nagyon erős volt az. Nem emlékszem, hogy ennyire erős lett volna. Na jó, menjünk. Ahó, itt már lesznek ellenfelek is, itt vannak azok a kis halacskák, jól van, nyugi, kiérkeztünk. Egy cápa, két cápa, vigyázz! Jó, elég sok cápa van, de van itt még egy checkpoint. Jó, most menjünk. Itt van már csak kristály, ez király. Jó, aztán egy cápa megint. Hops, vigyázz! Ezek elég veszélyesek, úgyhogy gyorsan menjünk. Ha itt a vumpa jelöli, hogy itt fölfelé kell nekünk menni, viszont ha tovább megyünk, akkor itt látható, hogy erre bizony lesz nekünk mit tenni, úgyhogy ide kell nekünk még egy doboz. Egy felkiáltó jeleset kell nekünk összetörni, vagyis hát törni nem lehet, hanem elpörögni, aktiválni, és akkor itt megjelenik majd egy doboz. Majd vissza kell lesz ide jönnünk, ha megtaláljuk azt, csak... Wow, hop! Jó, föl. Jól meg kell itt jegyezni, hogy merre vannak a csapdák, akadályok, mert ide úgyis vissza kell jönni. Szóval az a cél itt, hogy megjegyezzük, hogy hogyan mehetünk. Checkpoint az volt, ezt elfogadom. Aztán szépen kiiktatjuk azokat az ellenfeleket, akiket lehet. Nyilván az örvényt azt nem lehet. Itt jönnek, itt jön cápa, nem is egy, hanem kettő van. Vagy csak egy volt? Lényeg, hogy már legyőztem, aztán itt van még egy rejtett doboz. Te vigyázz. Jó, mehetünk, a nitrókat felrobbantjuk. Jó, itt kell gyorsan majd átmenni. De hát várja már, várja, hova? Hát de úgy megindult, várja, ott van a felkiáltó jeles, jó. Visszafordulok, aztán nyomás, menjünk vissza. Jó, itt lefelé, és akkor itt lesz. Egy TNTV változott, ezt aktiválom, eljövök onnan. Felrobbannak ott, akkor a további TNT-k, és én már akkor tovább tudok itt haladni. A checkpoint is itt van. Jó, aztán akkor belevághatunk itt. Wow, vigyázz, nitro. Oké, itt aztán sok nitro van. Hát ezért nem volt ott a pálya végén nitrós felkiáltójeles, mert akkor bizony egyszerű lenne ez a része a pályán. Felrobbantotta volna ezeket a nitrókat is. Na itt lesz majd TNT, na gyorsan átmegyek. Gondolom ott akkor felrobban minden. Nézzük meg, minden felrobban. Igen. Jó, itt eljöttem a cápáktól. Itt lesz három ilyen örvény, egymás után indulnak be. Ezt elpörgöm, megvan a sima drágakő, és megvan utána itt a piros drágakő. Így fejezem be a pályát. Oké, hát jó, hogy furcsán fejeztem be először, de a lényeg, hogy megvan, ami kellett nekünk. Még visszamegyek a relikviáért. Nyilván, amikor a relikviát akarom majd megszerezni, akkor nincsen arra szükség, hogy visszamenjek oda azért. De ne, hogy akad be? Ó, én csak úgy akartam, hogy gyorsan induljunk. Erre meg oda beakadt. Na, elveszítettem a sok időt. Ó, bár már két maszkot is adott, már ilyen hamar a játék. Ez mondjuk jó, menjünk gyors, menjünk. Úgy akartam elindulni, hogy azzal a turbóval indulok, és akkor már egyből gyorsan haladhatok. Meg lett volna a három akumaszk, vagy itt nem is lehet használni hármat, nem? Arra én nem emlékszem, hogy a vizes az ilyen úszós pályákon három is lehetett volna. Jó kérdés, majd mindjárt kiderül. Csak jussunk el végéig. Itt a harmadik maszk. És nem történt semmi, de akkor miért van ennyi maszk kiadva? Hát megyek akkor én gyorsan. Ó, már el is veszítettem mind a kettőt. El is veszítettem őket. Igen, ha ilyen eszetlenül megyek, akkor jó, hogy elveszítem.
Jó, vigyázz. Jó, mennyi. De ne, hogy, állj! Az örvény elég hirtelen elkapott. Nem baj, de legalább tudom, hogy mennyi sok maszk van. Mondjuk az elég kár, hogy hiába van három maszk, nem csinál semmit, de pörgök, ahogy bírok. Nyomom egyszerre a gyors úszást, meg a pörgés gombját is, és akkor úgy tudok elég gyorsan haladni. Az örvény, ez elég vadas. Valahogy beszippant hirtelen, aztán az úgy kellemetlen dolog. Hát jó, már itt vagyunk, egész jó. Most jobb időt futok, az biztos. Most kell itt nézni az örvény. Mehet? Jó, mehetem. Na itt én lövöldözök, nem turbózok, hanem inkább lövöldözök. Odalent lesz egy hármas visszafordulok, azt mondja, hogy visszafordulok. Na lőj már, lőj! Jó, ellőtt. De beakad ide, hát én... Várj, nem baj. Itt van két másodperces, ott mehetek gyorsan. Nem tudtam jól elmenni. Egy maszkom maga van, végigpörgök. 1-11. Na meg lett a arany is meg lett. Erre nem gondoltam. Úgy gondolom azért elég sok helyen hibáztam. Na jó, akkor menjünk vissza, megvan a piros drágakő. Piros kellett ide a 4-es számú pályához, a Boneyardhoz. Jó, ez csak egy drágakövet jelent ez. Addig megyek ugyanúgy, ahogy eddig mentem. Csak majd a piros drágaköves utat, akkor már mutat volt. Oh, itt a checkpoint. Jó, itt vagyunk, következő checkpoint. Akumask, TNT, hozzá meg vagyunk. Itt lesz valahol, nem? Ah, itt is van, jó, látom, itt van a piros. Wow, de szép, ez nagyon szép így. Na menjünk, akkor nézzük ezt a kihívást. Ott is lesz a Triceratops, oké. És itt van egy checkpointos is. Ja, legalább ezt idadja. Hol egy achievementet kaptam. A színes drágakő utat így használtam. Ott egy checkpoint, de az nyilván nem számítódik bele abba, hogy gyorsan dupla ugrás. Az is kevés volt. Még egy dupla ugrás. Lehet csúszva kell. Tehát ez a checkpointos nem számít bele a dobozokba, mert az nem törődik. De mi? Nem lehet összetörni, csak aktiválni. Ahogy is volt, azt hiszem itt volt, hogy egyből a láva. Oké. Gyorsítás. Aztán kövessük a bumpát itt. Középen lehet csak menni. Vigyázz. Oké, itt egy kis pihenő, még egy checkpoint, köszönöm szépen, legalább ennyit adott. Olyan nagyokat kell itt ugorni, a duplógrás nélkül szerintem alig férnék át. Jó, itt kerüljük ki. Nem fog, de jó. Oké, megint a fű, azok meg se állnak egyből, végig gőző. Jó, szóval itt tartod, megint belemegyek. Jó, azt most átugortam, de itt is, de éppen csak a széle, aztán egyből. Itt volt, ezt átugrom, oké, itt a kettő között, van itt még, vagy meddig kell itt szaladjak, hogy középen, itt is, itt a fű, aztán drágakő, és kész is vagyok. Hát ez nem volt egyszerű. Tényleg elég komoly akadályok voltak, és már a dupla ugrás is nagyon kellett. Viszont így akkor kijelenthető, hogy az első szoba, az már teljesen kész van, a 4-es pályán maradt ki, de most már ott is, az 5. pályán is megvan. Oké, akkor ezzel kész is vagyok.